Sümegvárosi Televízió legfrissebb adásával jelentkezünk. Köszöntöm nézőinket, Havasi Petra vagyok. Már mutatjuk is, milyen témákról lesz szó mai híradónkban. Képes tartalomjegyzékünk következik. Lomtalanítás. Változások az előző évekhez képest. Nyugdíjasok a világhálón. Népszerű a könyvtári internetezés. Megelőzés. Az egészségfejlesztési iroda jelen van az iskolákban is. Változik a lomtalanítás menete idén a városban. A húsvét utáni héten sorra kerülő lakossági hulladék kihelyezés során a legfontosabb, hogy előzetesen jelezni kell az igényt a tapolcai hulladékgazdálkodási szolgáltatónak. Erről és még sok hasznos információról tájékoztatja nézőinket Viola Norbert, a Sümegi Közszolgáltató Kft. Ügyvezetője. Így van, köszöntöm stúdiónkban Viola Norbert ügyvezető igazgató urat. Nos, nézzük, milyen változások lesznek idén a lomtalanításban, mit kell tudnunk elsősorban. Köszöntöm a nézőket. Igen, tehát az idei évben is az NHS Tapolca Kft. Megszervezi a városunkban a lomtalanítást, amelynek keretében ugye a lakók megszabadulhatnak az elhasznált dolgaiktól. Az idén egy rendhagyó módszer kerül bevezetésre az ő részükről, amely egy plusz szolgáltatást és kényelmet jelent. Eddig ugye gyűjtőpontokra kellett vinnünk a hulladékot a városba, a megjelölt gyűjtőpontokhoz. Az idén viszont házhoz menő lomtalanítást szervez az NHS Tapolca Kft. Ez azt jelenti, hogy a lakóknak e-mailben, ügyfélszolgálaton, telefonon kell előre egyeztetni időpontot az elszállítás tekintetében, regisztrálniuk kell. És ezt követően annyi a feladat, hogy a lomot, és ez nagyon fontos, hogy az összegyűjtött lomot telekhatáron belül, kapun belül kell elhelyezni, és amikor mennek a szolgáltató emberei és elszállítják a lomot, kinyitják a kaput, és akkor onnan az emberek, akik mennek, azok felrakják és elszállítják. Tehát a közterületeket így módon nem érinti most a lomot. Így van, ez nagyon fontos, hogy közterületen nem szabad kirakni, telken belül lehet csak kirakni, és így egy csomó kellemetlenségtől megszabadulunk, nem lesznek olyan kellemetlen dolgok, amik eddig tapasztalatok voltak a lomtalanítás során. Viszont az is nagyon fontos, hogy a meghatározott napokon, ugye 3 napot határozott meg most a szolgáltató a sümegi lomtalanításra, ezeken a napokon egyes városrészekről viszik el a lomot, tehát nem az egész városból, hanem a meghatározott utcákból. Igen. Ezek az információk, hogy mikor, melyik utcákból és honnan viszik el a lomot, ugye ezt igyekeztünk minél jobban elérhetővé tenni. Ez azt jelenti, hogy szórólapokon a hét folyamán minden háztartásba eljuttatjuk a menetrendjét a lomtalanításnak, valamint ugye az NHS Tapolca honlapján és a városi honlapon is megtalálhatóak ezek a tájékoztatások, és ugye emlékszem, talán az előző havi újságban is szerepelt ez a hirdetésként, úgyhogy hozzá lehet jutni ezekhez az információkhoz, mindenki tudni fogja, hogy melyik nap kerül az ő utcájára sor. Jó, két kis tételt nézzünk meg, mi a helyzet a társasházak esetében? A társasházak esetében a szolgáltató 30 köves konténereket fog a társasházak udvarára közelébe elhelyezni, és oda kell levinni a lakóknak a lomot, ez szinte gyűjtőpontosként fog működni, de oda csak a társasházak tulajdonosai lakói vihetik le. Itt is van regisztrációs kötelezettség? Igen, ugyanúgy regisztrációs kötelezettség van itt is. És ismételjük el most is, hogy melyek azok a lomok, amelyeket nem lehet kitenni ilyenkor lomtalanításkor? Hát ugye építési törmeléket, építési bontási anyagot, veszélyes hulladékot, teherautó gumiabroncsot, elektronikai hulladékot, gumiabroncsot nem lehet kitenni. Ezen kívül igazán, ami a háztartásban összegyűlik és fölöslegesé válik, azokat lehet kirakni a lomtalanítás során. Tehát április 29-én, 30-án és május 3-án kerül sor a lomtalanításra a városban. Ügyvezető igazgató, nézzünk 3 olyan építkezést, felújítást, amely az önök jó voltából zajlik most a városban. Az egyik a művelődési központ bejáratának a megújítása. Mit jelent ez, milyen forrásból tudják megvalósítani, hol tartanak a munkálatokkal? Igen, hát a művelődési ház főbejárata előtt ugye egy elhasználódott régi burkolatú járdaszakasz volt, amely balesetveszélyes volt. Egy terméskő volt lerakva betonágyazatba, ez felfagyott, elhasználódott, és pontosan ezért szükségessé vált a felújítása.
Ezt a régi elhasznált burkolatot felszedtük, és most egy viakolos burkolatot fog kapni, amely kényelmessé és balesetmentessé fogja tenni a bejutást a művelődési központba. Ha az időjárás nem szól közben, akkor a héten jövő hét elején végezni is fogunk a felújítási munkálatokkal. Akkor ez egy nagyon gyors építkezés volt. Látják a sümegi lakosok is, hogy a Ramazetterház környékén is mozgolódás van, dolgoznak már az emberek. Amit most végeznek, az már a pályázathoz tartozik, a pályázat részét képezi? Jelen pillanatban nem. Amit végzünk, feladat az pályázaton kívüli feladat, hiszen a Ramazetterház felújítása az 3 ütemre lett felosztva. Az első ütem ugye az a tető cseréje és felújítása, komplet cseréje és felújítása. Ez az önkormányzat saját forrásával fog történni. Ugye ennek a közbeszerzése ez most zajlik, tehát ez még folyamatban van. A második ütem az pedig, hogyha a Reák Ferenc utcából nézzük az épületet, akkor a baloldali kapuajtó baloldalra első része lesz, ami pályázati keretben fog megújulni. Ugye ott múzeumi rész fog kialakulni, egy közösségi tér fog kialakulni. És a harmadik ütem az pedig a kapuajtó a jobbra első rész, ahol vizes blokkot alakítunk, és terveink szerint majd a Turinformin oda-oda fog költözni. Ez a 3 ütem, ezek mind-mind közbeszerzés kötelesek. Ugye ilyen jellegű munkálatok egyelőre még nem folynak ott ezekben a részekben, viszont ami nem pályázati jellegű munka, az az udvarnak a kitakarítása és kipucolása volt, ahol szinte azt mondom, hogy több száz éve összegyűjtött lomhulladék, építési törmelék és egyéb dolgokat kellett kipucolnunk, eltávolítanunk. Ezeket elszállítottuk, kitakarítottuk, és most már, ha a közbeszerzések lezajlanak, akkor egy munkaterületet egyáltalán tudunk biztosítani, és hozzá lehet férni a Ramazetterházhoz. És egy másik építkezés is hamarosan elkezdődik, ez pedig a piactérnek a felújítása. Erről mit tudhatunk? Igen, hát a piactér felújítása, ugye a belső piacról beszélünk, ugye ami péntekenként sokaknak ugye örömet okoz, tudnak vásárolni különböző termékeket. Ugye itt végzünk egy pályázat kapcsán komplett felújítást. Ez azt jelenti, hogy térburkolattal látjuk el magát a piacteret, és megújul a tetőszerkezete, új cseréfedést kap, új létezést kap, a falok festése meg fog történni, valamint világítást és áramvételi lehetőségeket építünk ki, pontosan azért, mert ugye a téli időszakban, ha korán jönnek az árusok, akkor is tudjanak pakolni, és a vevők is tudjanak már korán menni a piacra, és télvilágítást fogunk építeni. Hát ezek óriási fejlesztések. A középkori vásári forgatag helyszín a Tarisznyavárnál, ugye ez is ennek a projektnek a része, ez is tervben van? Így van, ott most megtörténik a hét folyamán az árusítóhelyek, pavilonoknak és a sétaútnak a kitűzése, és ezt követően ott is megkezdődnek a munkálatok. Ügyvezető igazgató úr, köszönjük, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen. Építkezés zajlik a belvárosban. A központi fekvésű, patinási épület tulajdonosa megújítja a tetőszerkezetet és a szálláshelyként funkcionáló emeleti tetőtéri részt. A Kisfrodi vendégház a nyári szezon kezdetére nyeri majd el végső formáját, megújult homlokzattal és a nyílászárók cseréjével együtt. A vállalkozás vezetője kéri a gyalogosan közlekedők türelmét az építkezés ideje alatt. A Ramazetter szobor környékén lévő járdát érinti a gyalogos forgalom leszűkülése. Megtörtént a kordon kiépítése az érintett szakaszokon, hogy balesetmentesen és zökkenőmentesen közlekedhessenek az arra járók. A beruházás nagy jelentőséggel bír, hiszen az épület külső megjelenése meghatározza a városképet is. Nagyon nagy változás fog történni építkezés szempontjából. Egy nagy állag megolvás, egy festés, tehát egy más profilképet kap kívülről, nyílászárók cseréje, illetve hát a tetőnek a teljes felújítása fog hamarosan kezdődni. A daruból már látszik, hogy az első feladatukat megtettük. Hát valószínű, hogy egy kicsit kellemetlen lesz a közlekedés a város lakóitól. Egy kis elnézést kérünk ebből, de hát remélem, hogy az eredmény az majd kárpótolja a dolgokat. Már régóta tervezte a tulajdonos az építkezést, és reméli, szépen folyamatosan a belváros többi épülete is meg fog újulni.
úgy érzem, hogy eljutottunk odáig, hogy ezt meg kell tennünk, és hát bízok benne, hogy a városban majd több épület is felújul, illetve egy homlokzat javítás minimum ugye el tudnak érni a bent lakók, illetve hát az önkormányzatnál, természetesen az önkormányzati ingatlanoknál. Mindenféleképp a városnak az arculatát egy kicsit szebbé kell tennünk, természetesen mindenkinek a lehetőségéhez mérten kell ugye ezt megtenni, de hát arra kell törekedni, hogy a belváros is olyan szép és vonzó legyen, mint mondjuk a vár környéke. Az anyagi források megteremtése nem kis feladat volt a vállalkozás számára. Bekerülési költségnek az egyharmadát pályázati forrásból biztosítom, a többi részét pedig ugye hitelből, illetve hát önerőből, amennyit tud az ember hozzátesz. Hát egy nagy volumenű beruházás végül is, és hát annak is örülök, hogy a szálloda felújításra a kisföldi pályázat nyert, ugye ez 35 millió forint konkrétan, amit a Kft. Elnyert a szálloda felújítására, és hát így összerakva a dolgokat, végül is egy nagy horderejű építkezés fog történni, aminek körülbelül egy két hónapos intervallum lesz az elkészülésnek a vége. Ebben nagyon bízunk, hogy ezt tartani fogja a kivitelező, és hát minél hamarabb meg tudunk nyitni, és látszólag reméljük, hogy mindenki részt tud venni, tehát a látványba a felújítás végén egy szebb és egy korszerűbb ingatlant fogunk látni. A tulajdonos vallja, nem csak belül, hanem kívül is jónak kell lenni, ez fontos a vendégek számára. Én abban bízok, hogy több vendég fog hozzánk jönni, és ugye a szálloda felújításban pedig ugye egy korszerűbb, egy modernebb, színvonalasabb szolgáltatást tudunk biztosítani, ezáltal bízok benne, hogy több szálló vendégünk is lesz. Az építkezés alatt az étterem és a cukrászda zavartalanul működik, várják továbbra is a vendégeket. Az Internet Fiesta a Könyvtárakban című programhoz a Sümegi Intézmény is csatlakozott. 3 napon át várták a különböző korosztályokat, hogy tovább mélyíthessék tudásukat a világháló ismerete tekintetében. A rendezvény célja a fiatalok között a digitális írástudás terjesztése, míg az éltesebb közönség körében az internet felhasználási lehetőségeinek minél szélesebb körű bemutatása. Családias hangulatban tölthettek el az internetezni vágyó felnőttek egy délelőttöt a városi könyvtárban. Természetesen segítség is akadta a szakemberek jóvoltából, hiszen azért vettek részt a fiesztán, hogy minél jobban el tudjanak mélyedni a különböző tartalmak megkeresésében, és így barátságba kerülni a világháló áldásos funkcióival. Összedobtuk a fejünket a kollégáinkkal, hogy a diákokon kívül, ugye hát őket könnyű megszólítani, hiszen ők beleszülettek a digitális korba. Hogyan tudnánk az idősebb korosztályt is megszólítani, és akkor jött az ötlet, hogy mutassunk be nekik egy olyan weboldalt, ami felkelti az érdeklődésüket. Így esett a választás a Pinterest nevezetű amerikai közösségi képmegosztó oldalra. Én olyannal még nem találkoztam, akinek nem keltette volna fel az érdeklődését. Ez egy inspiráló oldal, egy olyan weboldal, ahol ötleteket gyűjthetünk, és ezeket rendszerezni tudjuk. A résztvevők nagy élvezettel láttak az internetes feladatok megoldásának, és szívesen fogadták a segítséget. Otthon egyedül tanulni nincs lehetőségem, itt legalább megmutogatják, és jobban megy, több oldalt megismerek, örülök neki. Mi az, ami elsősorban érdekli az internet világában? Hát igazán engem a egészséges életmód tanácsokat szokom legtöbbször felkeresni, Facebook alak legtöbbször, vagy esetleg filmet nézek, más annyira nem használom. Google-ban még keresek olyan dolgokat, amire kíváncsi vagyok. Ezt a részét használom. A digitális ismeretek a fiataloknak, diákoknak a mindennapjaik fontos részét képezik. A könyvtárban az érdeklődésüknek megfelelő felületeket igyekeznek megosztani velük. Fiataloknak mindenképpen egy tanulás segítő weboldalt szerettünk volna megmutatni.
és ez egy magyar weboldal, az a neve, hogy Okos Toboz, és az Okos Tobozban minden tantárgyanként bontva található digitális feladatok. És a gyerekeknek szerettük volna ezt bemutatni, nagyon élvezték egyébként, matematikából, történelemből, földrajzból és vizuális kultúrából oldottak meg feladatokat. A könyvtárnak egy pályázat révén vállalása, hogy a felnőtt lakosságot, valamint a hátrányos helyzetűeket minél nagyobb számban vonják be a digitális világba. A Fiesta is remekül szolgálta egy törekvést. A Sümegi Egészségfejlesztési Iroda is csatlakozott az általános iskola nagyszabású programjához, a Ramazetter napokhoz. Az egészség megőrzésének fontosságáról és a megelőzésekről tartottak előadásokat a 6, 7 és 8. évfolyamosoknak, valamint a népszerű kangózást is kipróbálhatták a diákok. Nagyon jó, ide állsz. Próbáljon vonalon jönni. Figyelj! A drogszemüveg használata volt az egyik érdekessége a programnak, amikor is megtapasztalhatták a gyerekek a szemüveget használva, mennyire megváltoztatják a szervezet működését a különböző narkotikumok. Olyan volt, hogy minden más, nagyobb dolog volt, és két vonalat láttam, és nem tudtam, melyik az igazi, vagy hát melyik a jó, és nem tudtam, hogy melyiken kell menni. Az előadások is azt célozták, minél több információjuk legyen a diákoknak a káros, függőséget okozó szerekről. A 6. évfolyamon a drogokról beszélek a gyerekeknek, tehát az A és a T osztálynak, amit egy PowerPointos vetítéssel, valamint egy ilyen drogos szemüveg használatával gyakorlatban is meg tudjuk mutatni, hogy milyen hatása lehet magának a drognak, és hogy a gyerekeknek mennyire oda kell figyelni, hogy ezeket a szereket ne alkalmazzák magukon. Mennyire fogékony, illetve mennyire érintett ez a korosztály? Hát fogékonynak nagyon fogékony, hisz láttam itt az órán, hogy van, akinek kifejezetten jó kis ismerete, anyaga van arról, hogy ez miről is szól tulajdonképpen, de a nagy többség úgy látom, hogy inkább csak tágra nyílt szemmel hallgatta ezeket a dolgokat. Öröm volt számomra, mert az a visszajelzés, hogy van értelme annak, hogy jöjjünk és beszéljünk róla, hogy tudják, hogy hova tegyék ezeket a dolgokat. A 7. évfolyamosoknál is fontos téma került terítékre, az alkoholos ártalmakról hallgathattak meg előadást. Mindenféleképpen érintettek, mert ők már abban az időben, korban vannak, hogy mindent ki szeretnek próbálni, vagy már kipróbáltak, és szerintem itt az idő, hogy elkezdjünk erről beszélni velük. Sajnos vannak negatív tapasztalataim, mert a korábbi munkájában már volt olyan, hogy 11-12 éves alkohol problémás gyerekek kellett foglalkozni a pszichiáternek, mert olyan otthonról jött, olyan otthoni közegből, és a gyereknek viselkedési problémái voltak, amit sajnos már orvosilag lehetett csak kezelni. Miért veszélyes szerinted az alkoholfogyasztás? Hát a szervezetre, a közérzetre, szagyra, mindenre. A tornateremben pedig egy újfajta fitness formát próbálhattak ki a gyerekek, ez pedig a kangó volt. Az egészségnek tulajdonképpen az egyik alappillére, hogy nem csak egészségesen táplálkozunk, hanem tudunk szűrővizsgálatokról, hanem hogy mozgunk is mellette. És ezért jött ez az ötlet, hogy akkor legyen egy kangó, amit Sümegen azért annyira nem elfogadott, nem ismert, és akkor felvettük a kolléganővel a kapcsolatot, hogy jöjjön, és nagyon szuper módon ő ezzel foglalkozik tulajdonképpen, és megmutatja a gyerekeknek, ami úgy lett beharangozva, hogy nekik számukra, a 8. osztályosokról van szó, hogy egy meglepetés és egy nagy öröm lesz, amikor kipróbálhatják ezt a cipőt. Az egészségfejlesztési iroda kezdeményezése minden bizonnyal eléri célját, és megalapozzák, hogy a fiatal generáció egészségtudatosan, káros szenvedélyektől mentesen, sportosan élje mindennapjait. A Sümeg és Vidéke rejtvényét reméljük sokan megfejtik otthon, és hozzájárul a nyugodt kikapcsolódáshoz. Ám akik hónapról hónapra beküldik a megfejtéseket, nyerhetnek is. Most a márciusi megfejtők között sorsolunk ki egy különleges ajándékot. Lássuk! Köszönöm.
Köszöntöm kedves nézőinket, Sümegváros havilapjának, a Sümeg és Vidéke folyóiratnak a rejtvény sorsolásán veszünk most részt. Köszöntöm Önöket a Kisfaludi Vendégház étterem és Róza cukrászda terméből. Bemutatom vendégeinket, Remete Attilát, az üzletvezetőt, és Zsirmai Barbarát, a Csoki Szolárium üzletvezetőjét. Köszönjük, hogy itt vannak velünk. Elsőként Attilához fordulok, és azzal kapcsolatosan érdeklődöm, hogy egy új szolgáltatást vezettek be, illetve az étlapra felkerültek különleges ételek. Mit tudhatunk erről? Tulajdonképpen nem az étlapra került föl, hanem a napi menü kínálatunkba. Hát ezt azért eszközöltük édesapámmal, mert éreztük, hogy már egy kicsit kezd így elszürkülni, úgymond ez a hétköznapi menüsorunk, és egy kicsi szint vigyünk a napi menüsorunkban. Most jelenleg kínai konyha ételeiben nyerhetünk betekintést, és hát folytatjuk jövőben is ezt a pénteki nap érhető el. Tehát péntekenként mindig ez a különlegesség várja a vendégeket. Mely nemzetek ételeit mutatták be az elmúlt hetekben? Hát volt grúz konyha ételei, akkor volt erdélyi ételek, akkor volt már görög, illetve olasz ételek is, és ez így folytatódik egész. És mi lesz az epénteki kínai specialitás? A kínai speciált, hát savanyú édes ízekben gondolkodunk, úgyhogy egy szecsuáni csirkével készítünk fételként, illetve savanyú levessel. Milyen tapasztalataik vannak a vendégek, mennyire örülnek ennek? Hát én úgy érzem, hogy nyitottak az újdonságokra, és hát ezért is folytatjuk a jövőben. Rejtvény rovatunkat a Kisfaludi Vendégház és étterem tulajdonosa támogatja. Az ő jóvoltából kerül minden hónapban a rejtvény az újságunkba, de minden hónapban van olyan támogatónk is, aki ajándékutalványt ajánl fel az olvasóknak, pontosabban a nyerteseknek. E hónapban Zsirmai Barbara. Mit kell tudnunk a Csoki Szoláriumról? Annyit érdemes talán elmondanom így előzetesben, hogy mi a Csoki Szolárium hálózat tagjai vagyunk, ami azt jelenti, hogy Magyarországon a legmagasabb minőséget képviselik, mint üzemeltetésben, mint pedig minőségben, kiszolgálásban. Prémium csövekkel dolgozunk, ami szintén a legfejlettebb csoki cső, ami létezik ma Magyarországon, és a hatékonysága is bizonyított. Ezt már sok-sok visszatérő vásárlónk igazolta számunkra. Milyen jótékony hatása van a szoláriumnak itt tavasszal? Azt gondolom, sokan veszik igénybe. Igen, abszolút. Ugye eleve az első és legfontosabb, hogy gyors, tehát kevés időt kell eltöltenünk ahhoz, hogy szép színünk legyen, illetve azért a D-vitamin képzésben fontos szerepe van, ami télen és nyáron mindenkinek egyaránt szükséges a szervezetének. És akkor nézzük is a sorsolást. E havi nyertesünk a Csoki Szolárium tulajdonosának jóvoltából egy 5000 forint értékű ajándékutalványban részesül, amelyet a Csoki Szoláriumban válthat be. Megkérem Attilát és Barbarát, hogy közösen húzzák ki az e havi nyertesünk nevét tartalmazó kis cédulát. Akkor legyen ő. A nyertes Apáti Géza. Kedves nézőink, tehát nagy szeretettel gratulálunk Apáti Géza olvasóknak, és reméljük, hogy ebben a hónapban az áprilisi számunkból is nagyon sok megfejtés érkezik majd. Reméljük, hogy minél többen élnek ezzel a lehetőséggel, hogy rejtvény is van a Sümeg és Vidékében a Kisfaludi Vendégház és étterem jóvoltából. Tartsanak velünk a következő hónapban is. Lássuk még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Lomtalanítás. Változások az előző évekhez képest. Nyugdíjasok a világhálón. Népszerű a könyvtári internetezés. Megelőzés. Az egészségfejlesztési iroda jelen van az iskolákban is. Híradónk után az ablakkal a Város Közéleti magazinjával jelentkezünk. Mai adásunkban elsőként a város polgármestere lesz a vendégünk. Azt követően iskolapad rovatunkkal jelentkezünk, végül pedig a 11. Dunántúli Táncfesztivál összefoglalóját tekinthetik meg. A www.sumegtv.hu weboldalunkon korábbi híradóinkat és magazin műsorainkat is megnézhetik. Érdemes böngészni a sumegonline.hu oldalunkon, ahol minden városunkat érintő friss hírről értesülhetnek. Kövessenek minket a Facebookon is, várjuk kedves nézőinket a jövő héten is!